10 éve adták el Budapest meghatározó közlekedési elemét, a Megyeri hidat. Ennek az évfordulónak az alkalmával egy emléktáblát avattak az építők. Magyarország egyik leglátványosabb hídja az M0-ás autópályát vezeti át a Duna két ága és a Szentendre sziget felett. A hídépítő ZRT és a Strabag ZRT munkáját nehezítette, hogy egy hatalmas árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba vezett. Hazánk második leghosszabb hídja a méretei miatt is nagy kihívást jelentett. 5 hídból és 9 hídszerkezetből állították össze, illetve 28 pillért kellett hozzá elkészíteni. Ráadásul a hídhoz a négysávos autópálya mellett egy szélesebb leállósáv, valamint gyalogos járda és kerékpárút is készült. Az 1861 méteres hídnak nem csak a kivitelezése, hanem az elnevezése is izgalmakat keltett. A névadó szavazáson ugyanis Chuck Norris neve is rengeteg voksot kapott. Végül mégis a Megyeri híd lett a befutó, miután az építmény Káposztás megyert és Békás megyert köti össze. Az év hídja díjat odaítélő bizottság értékelése is sokat elárul. Eszerint az építmény a híd alak is erőjáték összhangja, az arányosság és a részletekben megmutatkozó igényesség alapján bizonyult a legjobbnak.